2021. május 23-a vasárnap van, itt vagyunk Telkibánya mellett az Aranyások útjának a kiinduló állomására, úgy az Erdészvadász barátság pihenőhelynél, és innen fogunk ma fölfelé menni a Fehérhegyi kőfejtőbe egy kicsit bányázgatni. Tegnap eléggé esős idő volt, úgyhogy van víz a patakban, mondjuk ez még nem is a patak, hanem valami kis erecske, ami innen fentről folydogál lefelé. Hát a többiek lentebb átmentek, én majd itt fogok próbálkozni. Úgy látszik, hogy Bécéknek még egyszer át kell kelni a patakon. Nekem meg itt le kéne ereszkedni, úgyhogy ne a vízben álljak meg. Hó, csúszik ez a vacak itt, na mindegy. Az a lényeg, hogy itt ezen a fán fogok átmenni. Csak kicsit sáros a cipőm talpa, aztán ilyenkor csúszik ám. Meg a fák is mohásak, de nincs gond, megoldható a dolog. A mai terv az volt, hogy kék túrázni megyünk, de mivel esős-szeles időt jósoltak mára, ezért úgy döntöttük, hogy elhalasztjuk, főleg ugye Marci miatt, mert a lábával nem olyan jó neki a sáros terepen csúszkálni, mászkálni, de hát úgy tűnik, hogy eddig még igencsak jó időnk van. Aztán majd később kiderül, hogy fog esni, vagy nem. Mivel ugye már egyszer voltunk itt, ezért különösebben nem videózgatnék majd, mármint magáról az útvonalról, aki akar, az nézze meg. Az ilyen veszélyesebb átkeléseket azért rögzítem, hát ha beleesik valaki, úgyhogy ez meg lesz. Nézzük szépen, hogy Anna hogy úszik. Hát fogjuk a másik oldalt? Nem! Meg lesz át. Nyugodtan lépj ide a kőre. Oda a kőre lépj rögtön. Jó, van, megvan. Sikerül. Úgy látszik, hogy mindenkinek sikerült az átkelés. Óvatosan, Béci, azért. Jó, van, megvan, mindenki megvolt. Az előbb leszállt mellettünk egy ragadozó madár. Pont szép háttérrel, meg minden, mondom, készítek róla egy videót. Hát mire elővettem a másik kamerát, akkorra meggondolta magát és elpucolt. Szóval valahol ott tartottam, hogy a mai napról nem csinálok túl részletes videót, mert ugye egyszer már túráztunk itt, és van is róla egy videó, Aranyások útja néven fent a neten. Majd belinkelem ide a videó alá, úgyhogy ha valaki szeretné, akkor nézze meg. Most csak a kőfejtőt fogjuk megnézni. Ha pedig valaki emlékszik rá, ott az a kis kunyhó bal oldalon a fák között, amire akkor fölmásztunk. Aki véletlenül azt gondolta, hogy ma nem lesz fatörzsön mászkálás, hát az nagyon tévedett. Ugyanis ezen a legkönnyebb átjutni a patak fölött. Éppen azon gondolkodom, hogy legutoljára mikor voltunk itt, de szerintem még akkor jóval, ha mármint hogy melyik hónapban, akkor még jóval kevesebb zöldség volt. Mármint hogy úgy értem, hogy kevesebb zöld levél volt a fákon, és még ha jól rémlik, akkor téli kabátban voltam, vagy voltunk mindannyian. Akkor még kicsit hűvösebb volt. De hát pontosan már nem emlékszem, az az igazság. Bekerültünk a sűrűjébe közben, ugyanis volt itt egy kis fakidőlés, és csak errefelé tudjuk kikerülni. Hát szerintem pont ennél a fánál vettük le a kabátokat, nekem úgy rémlik. Ennél álltunk meg vetkőzni, legalábbis az előző túrán, de már befejezem a dumálást, mert így is kicsit hosszú lesz ez a videó. Közben pedig meg is érkeztünk, íme itt van a tanösvényi tábla, ugye a Fehérhegyi kőfejtő. Ezt talán a múltkor is mutattam, van itt pár kristály, főleg ugye kristály, ásvány, mindegy. Hegyi kristályokat lehet, illetve barit kristályokat főként találni, amik szabad szemmel is egészen jól látszanak, és hát megyünk akkor megnézzük ezt közelebbről is.
egy fiatal nyírjesen keresztül lehet bejutni a bányába, és már látszik is mellettünk a törmelék, amiben az ásványokat lehet megtalálni. Hát szerintem a múltkor mi a másik irányból közelítettünk, de mindegy. Íme mellettünk a bányafal, nagyon jól látszik a lebányászott hegyoldal, és akkor mutatom, 2,72 kilométert jöttünk 163 méter szinttel, és akkor megkezdjük a kopácsolást. Akkor gyorsan mutatom is. Itt csak a földön találtunk ilyen hegyi kristály csúcsot. Csak itt lehajolva, hát van még másik is. Jaj, ha a kamerához tartanám, akkor sokkal jobb lenne. Remélem, hogy oda fókuszál. Ez is egy kisebb. Hát ez ilyen, nem tudom, másfél centi hosszúságú lehet. És találtunk pár ilyen geóda töredéket, amiben szintén vannak hegyi kristályok. Ezt most csak így a földön. Remélem, hogy látszik. Ezeket majd kifarigcsálom belőle, amelyik olyan. Itt ez például egy nagyobb, tele hegyi kristályokkal. Ugye ez, ami a kezemben van, ez a fehér színű, ez a riolit, ez vulkáni tufa, elég magas a szilícium-dioxid tartalma, és ugye a maga a hegyi kristály is tulajdonképpen szilícium-dioxid. Úgyhogy ezt fogunk ma keresgélni, mint ugye korábban már talán említettem, és egyébként még barit kristályokat is lehet itt találni, hogyha szerencséje van az embernek. Na hát most elkezdek én is kopácsolni, aztán majd megmutatom, hogy mit találok. Mutatok pár geódát, hát ez egy fél, jó lesz a gyűjteményben, mert pont ilyen kicsi. Van itt egy másik is, illetve van itt egy nagyobb, megpróbálok majd így a belsejébe belevideózni, remélem, hogy kivilágosítja a kamera, mert nagyon pici kristályok vannak, barnás színűek, de nagyon sok van belőle. Hát ide teszem az ujjam így, elég nagy geóda. Közben elkezdett esni az eső, összeszedelőzködtünk, úgyhogy nem igazán készítettem videót azokról az ásványokról, amiket találtunk, de akkor még pár szót gyorsan itt a bányáról. Ugye ilyen világos színű riolitot találhatunk itt, amiben vannak ilyen vöröses, szürkés sávok, mondjuk pont keresnék egy olyan szebbet, amin ez jobban látszik. Na, igen, itt van például ez. Ugye ezeket a különböző oldatok, amikor átjárják, akkor ilyen szépen kiválnak belőle a különböző anyagok, vas, meg hasonló akármik. És ez egyébként vulkáni kőzet. Mint már azt említettem, igencsak magas a szilícium-dioxid tartalma. 60% körül, talán a vulkáni kőzetek közül ezé a legmagasabb. És ugye általában, amikor ez láva formájában kijön, akkor nem megy olyan túl messzire, és az elég sűrű, sőt, sokszor még a kürtőbe is bele szorul, hogy úgy mondjam, és amikor az alatta lévő gázoknak a nyomása megnő annyira, akkor kirobban belőle, és akkor lesz ugye belőle a tufa, a riolit tufa. Ilyeneket látunk a Bükk alján, ugye közben nézegetem, itt ez is egy geódaszerű akármi volt, egyébként ott a másik bánya részben elég sokat találtunk. Majd egyet-kettőt talán az autóban mutatok, mert elcsomagoltam, és van még pár hegyi kristály is. Hoppá, közben csúszkálok itt, és ezzel is látszik, hogy milyen szép sávos ugye maga a kőzet. Hát ebből is viszek pár darabot. Itt is ugye egy geóda látható. De mit is akartam mondani? Valamit elkezdtem mondani, mindegy. Elfelejtettem, majd menet közben, ha eszembe jut, akkor ez is milyen szépen sávos. Ugye, hogy így rakódott le. És eredetileg ez a kőzet egyébként, amikor a vulkánból kifolyik, akkor fekete színű lesz, és azért válik ilyen világossá, mert ugye feldúsulnak benne azok az anyagok, amik a vízből úgy átjárja a víz, és ebből az ásványanyagok kiválnak benne. Elnézést, hogy kicsit kevesebb videót készítettem a bányáról, de magával ragadott kicsit a kőpüfölés, és utána megjött az eső, akkor gyorsan elpakoltunk mindent, de végül is nem sokáig tartott az egész, pár percig esett, utána meg már nem akartam mindent kipakolni a táskából, közben meg még jöttek is vásárolni. Mit láttatok, ja? Ez össze van csavarodva, az a fa ott fönt, remélem látszik ezen a kamerán is.
Egy kis részen járhatatlanná vált az út, de sikerült megtalálnunk a megfelelő ösvényt. Igaz, hogy kicsit küzdeni kellett a gazban. Ugye az előbb, mert eredetileg itt menne az ösvény, jobbra mutatom, csak itt teljesen rá van borulva a gaz, és elvezették ott a másik gazosban valahol, de az a helyzet, hogy ott se sokkal jobb a helyzet, viszont most már megvan a megfelelő út. Ha már ásványkopácsolás nem lett, akkor legalább egy foltos szalamandrát mutatok, Béci éppen megvakúzta. Itt sikerült a patak mellett találkozni vele. Ugye, az neked támad. Harcigőte. Vagy milyen szalamandra. Támadásra készül. Szép nagy gyűrű szemei vannak. Most egész szépen sikerül, úgy látszik, levideózni. Mindjárt kicsit elrébb lépek, és akkor megmutatom szemből is. Remélem, hogy sikerül rázumolni. Hát nagyon aranyos fejecskéje van. Kicsit olyan békás kinézetű az egész állatka. Hát nagyon sajnálom, hogy pont a lényegi részről felejtettem el videót készíteni, de legalább jöjjön akkor helyette egy fatörzsön való alternatív átkelés a patak fölött. Itt pedig van egy szép fagomba, amit mindjárt... Júj, bassza meg! Már bocsánat, sikerült oda bele állnom. Szóval mutatom a szép fagombát majd, hogy nem ilyen teljesen gömbölyű kinézete van. Itt pedig egy kis barlangocska a fa gyökerei alatt. Nekem meg ki kéne innen kecmeregnem az útra, a többiek már elmentek. Közben vissza is érkeztünk a parkolóhoz, szóval ennyi lett volna a mai túra, majd legközelebb folytatjuk. Közben gondoltunk egyet, és feljöttünk az Ósva patak völgyébe, ugyanis itt elvileg opát lehet találni. Ugye maga ez a, hát a patak az itt megy mellettünk, itt van a középkori vízduzzasztógát, kőből van, hát sajnos most már megsemmisült, nem is tudom mikor. Azt mondja, hogy 1920-as évek elején volt itt egy nagy felhőszakadás, már mint itt a vízgyűjtő területen, és akkor áttört a gátat, pár házat is megrongált lent telkibányán. Na mindegy, ez most lényegtelen. Szóval azért jöttünk ide, mert állítólag ilyenkor eső után itt a patakban, hát a patakban, nem a patak ez tulajdonképpen, hanem az út, mert a patak, mint mondtam, ott van lent. Szóval itt az úton lehet mézopál darabkákat találni, ugyanis régebben valahol itt fönt volt valami, hát nem tudom, valami hányó, és ott voltak fent, abban, annak a törmelékében voltak opál darabok. Aztán ezt egy időben, az 1970-es évek környékén talán elkezdték feltúrni, és akkor mindent felástak, óriási gödröket hagytak maguk után, és azóta ez, mint ott látható a táblán, is fokozottan védett természetvédelmi terület, ugye? De hogyha itt keresgél valaki az úton, bár mondjuk ez is természetvédelmi terület, de itt jön a sárga jelzés, úgyhogy elvileg itt lehet gyalogolni, és hogyha valaki itt keresgél az úton, akkor azért találhat benne szép darabkákat. Hát én megmondom őszintén, nem hittem abban, hogy itt esetleg lesz valami, de hát már jó pár ilyen opál szilánkot sikerült összegyűjteni. Hát ez mondjuk nem olyan szép, meg le is van rakódva rajta valami, de ez például egészen szép. És még találtam ennél egy kicsit nagyobbat is, csak azt már beraktam a zsebembe, és most nem tudom mutatni. Hát itt lehet az út közepén ilyeneket találni, hogyha valaki eső után nézelődik, akkor egy idő után ki fog ugrani a szeme, de azért találhat ilyeneket. Közben elővettem a zsebemből a nagyobbik darabot, ez így néz ki. Ezt itt találtam valahol ezen a részen. Először el sem akartam hinni, hogy ekkora darabok vannak benne, gondoltam, hogy valami pici szilánkok esetleg lesznek, de ilyeneket lehet találni. Mondjuk nem sűrűn, mert ez a legnagyobb darab, többi azért kisebb, de jó pár szilánkot sikerült ennek ellenére találni. Hát némelyik csak egészen kevés, csak rajta van kövön, például, ja ez nem az,
Azt hittem hirtelen az, de mindjárt találtam egy nagyobb kődarabot, mindjárt megmutatom. Béciék itt túrják közben a vizet. Szóval mindjárt megmutatom, ide letettem. Ezen is jól láthatóan vannak itt kis opál darabok. Hát ezen nem sok minden van, de azért látható, hogy van rajta. És egyébként arrafelém van a Kurtabérci patak, azt talán már említettem, de oda azért senki ne menjen fel, mert természetvédelmi terület, fokozottan védett még hozzá. De itt mondom, itt érdemes nézelődni. Egész sok mindent lehet találni. Őszintén szólva már fogalmam sincs, hogy mióta görnyedünk itt. Megint sikerült pár ilyen kisebb darabot összeszedni, de a derekam már kezd beállni. Most az a szerencse, ugye, hogy a patak az szépen mossa lefelé a földet, és akkor mindig, amikor átjövök még egyszer, akkor feltűnik még egy kis darabka. De hát olyan nagy darabot azt azért ritkán lehet találni, de úgy mindenkinek sikerült egy, ha nem is akkora nagyot, mint amit mutattam, de egy hasonló méretet azért mindenkinek sikerült találni itt közülünk. Bécinek is, Annának is, Gabinak is, úgyhogy lassan elindulunk, mert magával ragadott igen itt a keresgetés. De hát mindig, amikor talál valamit az ember, akkor nehéz abba hagyni. Mellettünk igencsak hangulatosan folydogál a patak, mondjuk most elég gyorsan, ahogy nézem, és hoppá, hogy nem kiesett a kezemből a kamera, szóval 5 óra van, nagyjából 2-3 órát sikerült itt el bóklásznunk. Először fel se akartunk jönni, de úgy voltunk vele, hogy ha már itt vagyunk, meg van még időnk, akkor sétáljunk fel. Igaz, hogy folyamatosan esett az eső, ilyen csendesen, talán itt látszik a pocsaja vizén, úgyhogy nem volt olyan vészes, meg vízlepergetős cuccokban vagyunk, úgyhogy mindenképpen megérte ezt a kis sétát. És tényleg szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy aki ide jön opált gyűjteni, az csak itt tegye a kijelölt turista útvonalon, ugyanis ez, mint már említettem, fokozottan védett természetvédelmi terület. Közben egy kis tisztásra értünk, és itt már egyre jobban esik az eső, nem biztos, hogy itt kellene kameráznom. Fák alatt legalább nem ázik a kamera, úgyhogy ide húzódok. Szóval ne menjen senkibe tényleg oda a patakvölgybe, mert azzal az egész ásványgyűjtő közösségnek a megítélését teszi tönkre, aki pedig ugye a kőbányába megy, ahol délelőtt voltunk, ott pedig tényleg figyeljen az omlás veszélyre, főleg, hogyha gyerekekkel megy, ugyanis szerintem nekik is nagy élmény lehet ott kopácsolni, elég sok kis kristály található. Nagy értékük nagyon nincs, de a gyerekek szerintem fognak neki örülni, mi is jól elszórakoztunk, vagy 2 órán keresztül. Ásványokat már nem kezdek el mutogatni a mai szerzeményből, majd otthon készítek róluk egy rövid snittet, megmutatom, hogy mit sikerült ma szerezni. Most pedig valószínűleg eszünk még valamit, és indulunk haza. Remélem, hogy sikerült azért valamennyire bemutatni ezt a két gyűjtőhelyet, és még egyszer mindenkinek óvatosan odafigyelve gyűjtögessen. Jöjjön akkor a beígért ásványmutogatás a kvarcokkal. Ezeknek a befoglaló kőzete a riolit, ugye ez egy magmás kiömlési kőzet, ezt már talán említettem ott a bányában is, ugye magas a szilícium-dioxid tartalma, és mindig tartalmaz ugye szabad kvarcot, hoppá, közben eltolom itt az egész asztalkát, így ugye ez kedvez a kvarckristályok kialakulásának. Na hát akkor nézzük ezeket a pici kis geódákat, megpróbálok ráközelíteni, kicsit forgatom, remélem jól látszik, hogy ezek kis hólyagüregek, amik tele vannak apró kvarcokkal, ugye ez egy fehér színű kvarc, aztán mutatom itt a mellette lévőt, hát ez is nagyon hasonló, hoppa, csak nehéz így a kamera kijelzőjén keresztül megtalálni, hogy hova is nyúljak, hopps, hát egy kicsit már túl közelítettem, és ilyenkor a kamera nem tud annyira élesíteni, de talán így is sikerül megmutatnom. Ugye ebben a kőben egészen közel, mindjárt melyik oldalon is, ja igen, itt a másik oldalon 2 üreg is volt, ezeknek letörtük a másik felét, nem is tudom, hogy hova lett, az nem lett meg, de így egész szépen bele látni. Aztán nézzük a hegyi kristályokat,
ugye ez ilyen hexagonális oszlopok képében jelenik meg. Hát talán, hát már mindegy, akkor erre elközelítettem, hogy mutatom, hogy elég sok található ebben az üregben, és elég nagyok is, így mellé teszem az ujjamat, csak a méretarány miatt. Illetve, hát akkor, hopsz, hol vagyok, igen, itt vagyok, akkor megpróbálok erre elközelíteni, amennyire tudok. Ugye itt látszik jól a szerkezete, hogy elkezdjük forgatni, ugye számoljunk innen, amin ez a kis, hát egy másik kis kristálykinövés van, ugye egy lap, kettő lap, három lap, négy lap, öt lap, és hat lap alkotja ugye ezt a kristály szerkezetet. Ez nagyjából így néz ki. Tulajdonképpen ugye ez a kvarcnak a víztiszta fehér színű változata. A, hát a drága kőként használják, ugye a görögök úgy hitték róla, hogy ez az Alpok magas, állandóan fagyos, hideg részén ugye teljesen bocsánat, jéggé fagyott víz, amelyik már soha nem olvad föl. Természetesen ez nem igaz, mint tudjuk, ugyanis ez szilícium dioxid. Hát nagyjából szerintem megmutogattam ezeket a kvarcokat. Hát valószínűleg ez is egy nagyobb kristály volt. Hát innen is egy nagyobb kristály nőtt ki, csak közben letört, amikor kopácsolt, de talán ezt nem is mi kopácsoltuk ki, hanem ezt talán úgy találtuk ott ezt a kis szilánkot. Elnézést a hangom miatt, de allergia szezon van, ez a videó egy kicsit később készül már, és kicsit be vagyok rekedve miatta. Zárásképpen pedig mutatok egy sokkalta tisztább hegyi kristályt, ez Brazíliából származik, és ez alapján már talán érthető, hogy miért gondolták azt az ókori görögök, hogy ez örökre megfagyott víz, vagyis jég lehet. Nagyon szép átlátszó kristálytiszta, már-már üvegszerű. Hát ennyi lett volna a mai túra, illetve a mai videó, majd legközelebb folytatjuk tovább.